aki a 2000-es évek második felében át neki MMORPG-kkel foglalkozni, az biztosan emlékszik még a WoW klón vagy a WoW gyilkos kifejezésekre. Olyan időszak volt ez, amikor a zsáner létező összes játékát a popkulturális fenoménnél emelkedett World of Warcrafthez hasonlították, az internetes kommentelők pedig attól függően aggatták rájuk a jelzőket, hogy a szóban forgó program bukását vagy sikerét kívánták. Nem sokban tér el ez a Dota 2 és a League of Legends vagy a PUBG és a Fortnite közötti acsarkodástól, az MMORPG-s versengés valamiben azonban mégis megmaradt egyedinek. A WoW-nak sosem volt olyan ellenfele, amely fel tudott volna nőni a sikeréhez, és az a megjelenése óta eltelt közel 15 éves időszak alatt végig igaz volt. És valószínűleg most már az is marad. A World of Warcraft Classic megjelenése alkalmából arra gondoltunk, hogy kivételesen nem magáról a WoW-ról fogunk megemlékezni, hanem azon kihívóiról, akik időközben elbuktak, és azokról is, akik még így vagy úgy, de felszínen maradtak. Avagy lássuk, hogy hogyan telhetett el 15 év trónfosztás nélkül. Szinte példa hogy egy videojátékos műfajt egyetlen kiemelkedő siker határozzon meg. Még akkor is, ha egy kifejezetten szűk keretek közé beszorított zsánerről van szó, hiszen mindig háromösvényen hadakozós moba és a mindig egyre szűkülő térképen puffogtatós Battle Royale is kitermelte a maga két-két kolosszális sikerét. Az MMORPG műfai sajátosságai azonban a Blizzard ma már hajtották a vizet. Ahogy gyakorlatilag a Blizzard összes játéka, a World of Warcraft sem azért lett sikeres, mert a stúdió valami teljesen új innovatív dolgot talált ki, hanem mert felismerte a korábbi próbálkozások és erényeit, majd eme tudás birtokában álltak neki a játéknak. Az első népszerű MMORPG az 1997-es felülnézetes Ultima Online volt, az első sikeres 3 d darab pedig az 1999-es EverQuest. Már ez utóbbiban is voltak változatos karakterosztályok és fajok, a csoportos szörnyírtás pedig már itt is előjött. Viszont a játékmenet túlságosan lassú és kegyetlen volt, még azt is képes volt megcsinálni a játékossal, hogy pénzt és tapasztalati pontot vett el tőle, ha meghalt. A World of Warcraft csupán annyit csinált, hogy fogta az elő ötleteit, és ezeket könnyebben emésztető környezetbe ültette. A küldetések és a hozzájuk írt történetek kontextusba helyezték még az olyan egyébként banális feladatokat is, mint a zebra paták és medvetalpak gyűjtögetése. A töltőképernyők szinte teljes hiánya egybefüggő hatalmas világérzetét adta, ha pedig valaki csak egy-két órát tudott rászenni, akkor is talált magának olyan elfoglaltságot, amelynek elvégeztével úgy érezhette, hogy fejlődött a karaktere. Nem véletlen, hogy a Vovien orbitális sikerlet, mert még olyanokat is rávett egy korábban hardcore számító élményre, akik előtte nem nem nagyon foglalkoztak videojátékokkal. A Blizzard pedig annyira kitalálta a formulát, hogy az utánzói azóta is képtelenek elszakadni tőle. Mivel az MMORPG számít az egyik legköltségesebb és legtöbb fejlesztést igénylő zsánernek, el kellett telnie pár évnek, mire megjelentek az első komolyabb konkurenciák. A gond ezzel az volt, hogy mire ez megtörtént, a Blizzard még tovább finomította az egyébként is addiktív receptet. A 2004-ben megjelent alapprogram 2008-ra csúcsra ért a Wrath of the Lich king amely mai napig a játék legtöbbre tartott kiegészítője. A Warhammer Online Age of Reckoning és az Age of Conan ilyen körülmények között voltak kénytelenek helytállni, nem is volt könnyű dolguk. A Wort ugyan pozitívan fogadta kritika, de a megjelenés évében 800 ezer előfizető volt a rekordjuk, ez a szám pedig 2009 márciusára már lement 300 ezerre, a játék szervereit 2013-ban kapcsolták le. A Konemből sikerült a megjelenés után pár nappal eladni 1 millió példányt, és ha már a szakma ezt is jól fogadta, sok panasz érkezett a bugokra és egyéb hibákra. Ennek a játéknak is hamar fogyni kezdett a közönsége, ennek ellenére a mai napig életben van. Steamen ingyenesen el lehet indítani Unchained nevű változatát, amely 2013-ban jelent meg. Sok mmo jellemző egyébként, hogy miután nem tudták megtartani közönségüket, kénytelenek voltak havidíjas helyett free-to-play modellre váltani. A 2007-ben megjelent The Lord of the Rings Online is így járt, amely 2010-ben lett ingyenesen elérhető. A kiadó akkor azt mondta, hogy ez a lépés meg háromszorozta a bevételeket, bár arról nincs adat, hogy mikor hány játékosuk volt. A 2010-es évek elején már jobban átgondolt MMO-k melyek megpróbáltak valami különlegessel kiemelkedni, és ennek köszönhetően komolyabb sikereket is értek el. A Star Wars The Old Republic nem csak a világ legjövedelmező franchise felhasználása miatt számíthatott sikerre, hanem a költségvetése miatt is. Egyes becslések szerint több mint 200 millió dollárt költöttek rá, nem számítva a marketinges kiadásokat, amivel az egyik létező legdrágább játék lett. Különlegessége az volt, hogy a Bioware szerepjátékainak történetorientált küldetéseit ültette MMO-s környezetbe, aminek érdekében több száz szinkron színésszel 200 ezer sornyi szöveget vettek fel hozzá. Idővel azonban ez a játék is kénytelen volt free-to-play modellt alkalmazni. A dél-koreai Terra az egyik első olyan MMO volt, amely akció a akart kitűnni, azaz hagyta, hogy a játékos megpróbáljon kimozogni a támadások elől. A PUBG-ról ismert Blue Hole játék a 2013-ban lett free to play, 2017-ben már világszerte 26 millió regisztrált játékosa volt. A The Secret World a norvég Funcom újabb MMO-s próbálkozása volt az Age of Conan után, ehhez azonban horrorisztikus és modern környezetet alakítottak ki, ami egyáltalán nem jellemző a zsánerre. A 2012. júliusában megjelent játék azonban már decemberben ingyenes lett, Legends alcimmel még mindig elérhető. A Rift egészen különleges ötlettel állt elő. A játék különböző zónáiban alkalomattán megjelennek a címbéli hasadékok, melyekből szörnyek közönlenek elő. A játékosok feladata, hogy spontán bandába tömörüléssel megállítsák az áradatot, különben a térkép jelentős részét elfoglalják a rémségek, rendesen lekorlátozva ezzel a lehetőségeket. 2011-ben a megjelenést követően pár hónappal már egy millió játékos próbálta, de aztán 2013-ban ez is megkapta a maga Light nevezetű, azaz grátis változatát. A World of Warcraft eddigi legnagyobb konkurenciája talán a Gild World Wars 2 volt, amely 2012-ben már eleve előfizetés nélkül indult útjára. A játék sok olyan megoldást kínált, melyek akkoriban újszerűnek számítottak. A küldetések története és a világ a játékosok cselekedetei szerint változtak. A harc dinamikusabb lett, és a környezeti elemeket is kihasználta. A játékosok pedig akkor is egyedül kalandozhattak, ha karakterei között jelentős szintkülönbségek voltak. Ez volt az a játék, amelyről a legtöbben állították, hogy majd kinyírja a vovot, és ha már szép sikereket ért el, a három év alatt forgalomba hozott 5 millió egységével, el. ez sem ért el a példakép játékosainak számát. Utólag visszatekintve két szorosan összefüggő okot lehet megnevezni, amiért a World of Warcraft sikerét nem sikerült megismételni. Az egyik, hogy az utánzói nem sokban tértek el az alapformulától. Sok játékos hamar megunta őket, mert a felalá hangálós repetitív küldetések nem tűntek kevésbé macerásnak, mint amit a wow ban már megszoktak. Idővel persze a Blizzard játéka még a konkurenseitől is jobban megfáradt, de itt jön be a másikok, mivel egyetlen MMO egyetlen karakterébe is hónapokat gyakran éveket bele lehet fektetni, a rajongók nem fognak belevágni egy olyan játékban, nem nyújt jelentősen más élményt. A WoW mellett napjainkban két MMO emelkedik ki. A Final Fantasy 14 egy igazán extrém eset, amelynek eredeti változata még 2010-ben jelent meg. Ez azonban finoman szóval sem sikerült jól, furcsa módon azért, mert sok olyan hibája volt, melyeket a WoW már korábban kiküszöbölt. 2013-ban azonban sikerült a Realm Reborn alcímmel újraindítani, ami a médium egyik legnagyobb sikertörténete. Egy 2019 májusi jelentés szerint sikerült szertenniük 16 millió regisztrált játékosra úgy, hogy a játék tovább. A 2015-ben megjelenti Elder Scrolls online karrierje sem indult valami fényesen, 2019. júniusáig bezárólag azonban már sikerült összesen 13,5 millió játékost regisztrálniuk. A Bethesda időközben kénytelen volt ugyan lemondani a kötelező havidíjról, azonban a játék még mindig nem free to play. A 2015-ben megjelent dél-koreai Black Desert Online felújított változata tavaly jelent meg, manapság ezt is a legnépszerűbb MMORPG-k között tartják számon, köszönhetően a rendkívül alapos személyre szabási rendszerének. Idén április már több mint 18 millió regisztrált játékosa volt, a bevételei pedig elérték az 1 millió dollárt. És hogy hogyan áll le közben a World of Warcraft? A legutóbbi hivatalos adat szerint 2015. decemberében 5,5 millió előfizetőjük volt, ami messze van már a 2010-es 12 milliós csúcstól. Megjelenése óta több mint 100 millió regisztrált felhasználója volt a játéknak, egyes becslések szerint pedig több mint 100 milliárd dollár bevételt termelt. Az egy-két évente kiadott kiegészítőknek köszönhetően rendszeresen megszokott ugrani az előfizetői szám, az azonban szintén a WoW népszerűségének csökkenését jelzi, hogy most már a havidi díjért cserébe a játék nagy részéhez hozzá lehet férni, kivéve a legutóbbi kiegészítőhöz. A rajongók évek óta kérik a Blizzardtól, hogy hivatalosan is tegyék elérhetővé a World of Warcraft eredeti változatát, mely jelentősen eltér a számos kiegészítőn keresztül átalakult aktuális verziótól. Ez most a 2019. augusztus 27-én induló WoW Classic képében megvalósul, a stúdió pedig csupán havi kér a hozzáférésért cserébe. A játék valószínűleg már így sem fogja vissza nyerni eredeti népszerűségét, ám az MMORPG-k trónján továbbra is ugyanaz az uralkodó ül, ha pedig egyszer végre valaki letaszítja onnan, az egészen biztos, hogy más taktikát fog alkalmazni, mint a korábbi trombitorlók. Ha szeretnétek felidézni egy olyan címet, melyel különösen sok időt eltöltöttetek, ne habozzatok, írjátok meg kommentben. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára újra találkozunk, sziasztok!